Az egyik végén felerősített hosszú, vékony, nyújtatlan zsineg, és a másik végére kötött kisméretű test fonálingát alkot. Ha az ingát kitérítjük és elengedjük, akkor függőleges síkban egy elsugarú körivel leng. A fonálinga mozgása harmonikus rezgőmozgásnak tekinthető. Kísérlettel megállapítható, hogy a fonálinga lengés ideje független az amplitúdótól és az inga testtömegétől. Ha a fonálingát kitérítjük és elengedjük, akkor az a nyugalmi és kitérítési pontján átmenő függőleges síkban leng. A fonálingának ez a sík mozgása a legegyszerűbb inga mozgás, mert olyan, mintha csak egyetlen anyagi pont végezne inga mozgást.